Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, -e. jöjjön a Star wars egy objektív véleménye, vagyis hát inkább jöjjenek egy olyan részei a játéknak, amely nem biztos, hogy annyira jók ebben a játékban, mert hát végül is csináltam már egy elfogott véleményt, ugye, és az objektív vélemény videóimban többnyire mindig ezt is, azt is mondok, egy jót is, rosszat is, de most inkább uh, megközelítjük a kicsit a rossz -e a játéknak, hogy mi az, vagy mi lehetséges, hogy az ebben a játékban, ami mondjuk aggodalomra adhatok ott, ha ezért pénzt adunk ki? Uh, hol is kezdjem? Ne, ne, ne izguljatok, nincs, nincs benne annyi, annyi, annyi dolog. De az első hiba Frostbite Engine. Mondanak egy pont, Frostbite Engine a viccet félretéve azért tudjuk jól, hogy a Frostbite Engine-nek megvannak a maga komoly gondjai, és ugye Battlefield 4 en játszva láthatok, hogy milyen kis szép evolúció ment végig a Battlefield 4, és most már egy egészen játszható játékká vált, így egy másfél év után a sok patchnek köszönhetően. A probléma az ott van, hogy amikor a Star Wars, Battlefield, Star Wars Battlefront készült, az nagyjából megegyezik a Battlefield 4 idejével, ugye? Így aztán mindazok a hibák, amik a Battlefield 4 Uh, megjelenésekor uh, jelen voltak a játékban, azok most már majd nem jelen vannak a Star Wars Battlefrontban is, például ilyen hiba a szervereknek a, a késle, uh, kés, késletetési hibája, ugye a netcode magyarul, uh, és ilyen a bágok, -ok, hogy ezen nem lehet átugrani, azon nem lehet átugrani, hullák a levegőben, Darth a lep dolgokat csinál, a, a, miközben mozog, szóval érdekes animációk vannak, a, amikor kardozol például a hősökkel, néha nem ér össze a kardjuk, ha összecsap a két hős, és ilyen, ilyen apró problémák mind-mind benne vannak, szóval a Frostbite Engine első probléma mondhatnánk így is, és annyira szomorú és síralmas, hogy manapság egy megjelenő játéknál ilyen uh, bugokról, vagy ilyen dolgokról kell beszélni. Annak érdekében, hogy megóvjuk magunkat attól, hogy egy olyan játékot vegyünk, amit ha bár élvezük és élvezük a történetét és univerzumát, de hatalmasat ronthat a játékélményen, hogyha ezeket a hibákat úton útfélen uh, észrevesszük, ugye, mert... Uh, még oké, okay, eltekintünk az első két hónapban attól, hogy, hogy ezek a hibák benne vannak. De az első két hónap után szeretnék már jobban játszani, már uh, maga a látványvilág az, az azon kívül kielégítő, de szeretnék jól is teljesíteni benne, és kezdjük észrevenni ezeket a hibákat, és a játék szépen lassan elveszti a varázsát, nem csak számunkra, hanem hanem mindenki más számára is, és szépen lassan emiatt kihol a játék. Hmm. A következő rettentően érdekes, és, és nem értem, hogy miért nem így csinálták, ez zavaros dolog, az pedig, hogy partner szisztéma van. A partner szisztéma nagyon jó volt eh, egy olyan játékban, mint a Medal of Honor, mert kis voltak, és nem is voltak ilyen szintű játékok, mint például a Walker Assault, vagy lesz majd egy Conquest, vagy Akármi, uh, akármilyen játék, leszámítva talán ezt a headquarters mi a Drop Zone nevű játékot, mert kicsi a pályák, ott nem számít tényleg, hogy partner vagy squad. De egy ilyen nagy volumenű pályán, nagy volumenű játék típusnál, mint a a Vokra szólt például, hogy, hogy miért csak egy, csak egy partner van, uh, azt nem tudom, nem tudom megérteni, és ez szerintem nagyon rossz. Elmagyarázom, hogy miért. Uh, a nap játszottam a barátaimmal, hárman voltunk, és abból ugye ott kezdődött a probléma, hogy egyszer, tehát csak egy partner volt. Nagyon szívesen lettem volna mind a kettővel partner, hogy egyrészt többet tudunk beszponolni. Így aztán a játékban mondjuk nyolcan mentek, tegyük fel, de csak egy a partnered, akkor teljesen szétoszlik mindenki a pályán, és akkor kérdez, már volt nálunk is előföl, megkérde, ti hol vagytok? Hát mi a bal oldalt ö, éppen védjük, és te hol? Vagy? Hát, ja, hát én a jobb oldalnak az elején, ja jó. És így. Annak a kis csoportnak, akik együtt vannak, egyszerűen teljesen válnak a pályán, ha egyikük meghal, a másik nem tud ransponolni, és így gyakorlatilag, hogyha ö, mind a kettő meghal a partnerek közül, és mondjuk a többiek, a többi társaid előjátszanak valahol ö, a játékban, mire te odaérsz, ők meghalnak, mire ők odaérnek, ti meghaltok, és így össze-vissza keveredik a teljes mező, szóval Dice, please. Um, azt hiszem, nem én lennék az egyetlen videós, aki mondjuk ilyet kérne, csak az én hangon sem eddig se ér el, hogy ugye csináljanak egy squad rendszert. Egy négyes squad egy ötös squad inkább egy négyeset, hogy, hogy a haverok tényleg, hogy már így együtt vannak, vagy együtt vannak, hogy mi tényleg, hányan vagyunk, és olyan hányan fogunk játszani ezzel a játékkal, és amikor fönt vagyunk tévesen, nagyon jó lenne egy több koordinációt adni. Mert mi a legfontosabb dolog ebben a játékban, és sok más játékban manapság, hogy ha egyedül játszod, nem ugyanaz az élmény. Ha a haverokkal, társakkal, barátokkal játszod, az élmény meg többszöröződik, és, és emiatt az egész játék fantasztikusá vált. És nekem eleve is tetszett a játék a látványvilága, de még jobban megtetszett akkor, amikor a barátaimmal játszottam. És ez e, egy felülmúlhatatlan élményt adott, úgyhogy... Viszont ez benne, hogy, hogy, hogy így széteszünk ez a partner szisztéma, miatt ez, ez, sajnos rettenetesen jó. Vagy még nem is kell az, hogy squadokat csináljuk, vagy valamit. Hanem egyszerűen a, a, társakat, akik bejoinolnak veled egy lobbyba, azokat megjelölni külön színnel a pályán. Hogy lássuk egymást, hogy tudjuk, hogy ők azok ott, és akkor oda megyünk, ott segítünk, együtt harcolunk, együtt minden. Szóval annyira egy egyszerű megoldás volna, hogy elképesztő, de egyelőre nem láttuk ennek nyomát legalábbis a bétő erejéig. Szerintem a közösség kérésére minél nagyobb ez a közösség kérési ereje, annál, annál inkább valószínű, hogy megteszik, mert ez nem egy nagy programozási tudás, hogy egy másik szint adni a, a, a társaidnak, akikkel együtt mentek bele, is most nem a partner sárgájára gondolok, adhatnának nekik, mit tudom én, egy zöld szint, mert ugye még a nevüket se látod, csak egy pontot látsz a fejük fölött, és hogyha látni akarod a nevüket, oda kell menj hozzájuk közel, és, és, ez nagyon kiábrándító ebből a szempontból. Szóval ez, ez szerintem egy nagy, nagyon nagy öm, hiba a játékban. Szóval ott tartok, hogy Frostbite Engine apró hibája, és ez a partner szisztéma, ami jó Uh, bevált dolog lenne egy kis pályán, de nem egy nagy uh, volumenű pályán, mint ez. Szóval pff, elképesztő. Na, uh, szóval. Következő dolog az, ugye természetesen a lövéssel azért vannak még gondok. Uh, nem abból a szempontból célzok gondolok, hogy rángatnak a fegyverek és hú nehéz célozni valami, mert a fegyverek egyáltalán nem rángatnak, szóval lehet össze-vissza nem zoomban, és a többi. A, gyakorlatilag a probléma az, hogy ahova célzol, nem oda lősz már megint csak. Ez, ez valószínűleg, remélhetőleg, amire, vég, amire kijön a rendes játék, kiavítják, ezt gyorsan kiavították VF4-nél is, legalábbis amikor így észrevették, hogy ez így létezik, és felhívták rá a figyelmüket, akkor egész gyorsan kiavították. A másik dolog pedig, elfelejtettem, mit is akartam mondani. Ja igen, az, hogy a, az első szám egyes személy és a harmadik szám harmadik személy között nincsen semmilyen um, különbség a tehát nincsen semmilyen büntető. Uh, úgy értem, ha zoomolsz, ha nem zoomolsz, ha egyes szám, ha harmadik szám szemében mász a pályán, Nincsen semmilyen büntető. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert harmadik szám személyben sokkal nagyobb látószöget fogsz be, és amiatt, hogy szöget is tudsz váltani, hogy a cégomba jobbra vagy balra tud, tudod rakni a célkeresztedet, emiatt nagyobb szögeket látsz be a sarok mögött. sarok mögött pedig könnyebben észreveszed, előbb észreveszed az ellenfelet, és könnyebben tudsz akcióba lépni. Ami tök jó, mert én nagyon élvezem ezt a harmadik szám személy nézetet, ugye? És, és nagyon szeretem. A probléma az ott van, hogy van, vannak akik nem szeretik, és nem a kedvencük, emiatt egyes számás szemében játszanak, és azzal nem tudnak befogni egy akkora szöget. Hiába fov ide vagy oda, ugyanazt a fovot be lehet állítani a harmadik személybe szemébe is, és rettentő, rettentően sok sok mindent tudsz belátni gyakorlatilag, és hatalmas előny a harmadik számolék szemében látni a sarkokat, szöget váltani, stb. Azt hiszem, ez a játék így arra is van dizájnolva, hogy öm, harmadik szám, személyben játsszuk. És... És tudjátok mit? Valahol... Valahol nem is baj végül is, tehát oké, okay, lehet ezt játszani egyes személyben is. Hál' a lövésekre nincs büntető, tehát így... Ez így tök jó. Lehet játszani, meg úgy is élvezetes, de kivételesen egy azon játékok egyike, amely tudod, egy külső személyben látod azt, hogy hogy néz ki a katonádat, és, és ugye aki megfigyelte a, a menüben, lesznek ilyen uh, customizable options, vagyis kinézeti opciók, úgyhogy Végül is nem rossz, tudjátok, amikor látod azt a katonát néha, hogy mivel harcol az, mert megveszed a fasz skineket, <laughs> majd gondolom idővel lesznek ilyenek, is ilyen skint megveszed, olyan skint megveszed, de szar látsz a, a katonából soha, érted? Max a fegyvered. Szóval ez, ez mindig is zavart a úgyhogy szerintem végül is egy, egy, jó dolog az, hogy ez van. Amire céloztam azt, hogy nincs büntető, talán lehetne egy büntető a harmadik még a de akkor valószínűleg már megint mindenki FPS shooter, shooterben játszana, mert, mert miért Úgyhogy jó, jól van így a játék, és, és ebből szemben remélem, nem is javítanak rajta, már. Azért megtalálható még egy Egy-két előnyt leszámítva, ami harmadik szám 3. személyben van, attól függetlenül a játék e ez-e két fajta nézet között eléggé jól van e balanszolva. E ugye megemlíthetném itt most a játékbalanszot is, hogy az e a, a birodalmiak mindig győznek a lázadók felett a Walker-as szótban, de nem teszem, mert majdnem biztos, hogy ez, ez nagyon meg fog változni. Egyrészt azért fog megváltozni, mert jobb pilóták lesznek előbb-utóbb. Ja, majd arról is szeretnék beszélni. Jobb pilóták lesznek, majd előbb-utóbb, több fegyvert kapnak a lázadók, és előbb-utóbb rájönnek, hogy mihol található a pályán köztük az Orbiton strike is. ami És mindezek együtt összessége hatalmasat fog fe, ö, sebezni a lépegetőkön. Úgyhogy ez, ez a balans szerintem átfordul előbb-utóbb a lázadók oldalára, és a birodalmiaknak sokkal jobban oda kell tenni magukat. De ez majd kiderül. A repülés. Ö, tudom, hogy a repülés csak megszokás kérdése, és sokkal valószínűleg már nagyon is megszoktátok ezt az új repülés mondott, de én egyszer kiborulok tőle a minimum követelmény, ami, ami lenne benne, hogy legyen egy fordított gomba, amire rányomsz, hogy fordított irányítás, tehát magyarul visszakapnánk a Battlefield irányítási szisztémát, mert én meg egyszerűen megörülök, hogy ugyanúgy kell, ír, hogy, hogy a lefelé, az lefelé, a fölfelé, az fölfelé, egyszerűen, és a, és a, legnagyobb gond még nem is ez, mert még ezt, ezt is meg lehet szokni hanem az, hogy ki, mintha ki akarna venni a kezedből az irányítás, mindig visszahozza a gépet egyenesbe. Egyszerűen katasztrofálisan szar. Könyörgöm, hadd legyen irányításom az a repülőgép fölött, mert, mert egyszerűen pff, nem tudom, ti hogy vele, írjátok le a véleményeteket, mert engem a repülés kiborít. Tehát így óckodtam felvenni a repülőt, pedig aztán kurvára élvezem. Nem arról lenne szó, kurvára élvezném, de az, hogy nem tudok Uh, repül velem, mert mindig egyenesbe akarja hozni a gépet, és az egér a fordítotja, és nagyon gyűlölök uh, uh, nyilakkal irányítani. Tudom, hogy az egyszerű lenne, de egyszerűen fantasztikusan szar úgy irányítani, és, és szeretném visszakapni az egér billentyűzet kombó um, irányítását tulajdonképpen. Egyszerűen én nem tudom, katasztrofálisan szar emiatt. Úgyhogy erre majd ki kell találni valami beállítási funkciót um, tulajdonképpen. Nagyjából ennyi lett volna a sötét oldal ebben a játékban, mondhatni így. És hát fontoljátok meg ezeket mielőtt veszitek. A másik dolog pedig nincs single player, ugye? És remélhetőleg, hogy megfelelő mennyiségű multiplayer tartalom jön, hogy mindezt kielégítse, hogy nincs egy single player ebben a játékban. Amit meg tudok érteni, mert egy Star Wars single player um, csak úgy belerakni a, be, a mai létező Star Wars univerzumban rettentően nehéz, nem beszélve arról, hogy ezt a multiplayer játékot tulajdonképpen uh, elnézve a filmekre alapozták. Szóval, még azt is mondom, hogy nehéz lenni egy sztorit, kiragadni belőle, és, és, és csinálni egy single t Úgyhogy érthető, de ezért célőben megfő megfelelő multiplayer-et kapunk. Szóval. Van, vannak gondok a játékkal, de mivel, hogy élvezzük magát a képi anyagot, így néha elhanyagoljuk ezeket a gondokat, de egy idő után frusztrálóvá válhatnak, és kevésbé élvezetesé tudják tenni a játékot. Na, ezt, ezt gondoljátok, vegyétek figyelembe, ha veszitek ezt a játékot, nézzétek meg az elfogult véleményt is, és a többi videómat is. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!